Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai vendégem Gazdag Zsuzsa, az Értünk Fehérvár és Környéke Egyesület elnöke. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét, jó napot kívánok, köszöntöm én is. A Híradóban már beszámoltunk róla, és onnét jött a gondolat, hogy meginvitálom önt egy beszélgetésre, hogy a méhek napján ott voltunk a Jancsár kerti termelő és biapiacon, és meglepetéssel tapasztaltuk, hogy van ilyen Székesfehérváron ilyen akció. Elég régen foglalkoztunk már ezzel, hiszen a Fehérvár Éléstár bevásárló közösség közösen a Szent István Mézlovagrenddel rendezte ezt a délelőttöt, így a koronavírus járvány okán, de hát természetesen betartva valamennyi járványügyi szabályt, és arra figyeltem fel, hogy ez egy nagyon-nagyon rendhagyó, de mindenképpen előremutató akció, több is annál. Most hát azért invitáltam meg, hogy ismerjük meg ezt a két közösséget, mert hogy nagyon-nagyon fontos számunkra, hiszen ez egy újszerű forma. Honnét jött a gondolat? Hát kicsikét korábbra nyúlik ez vissza. Tavaly augusztus 27-én volt különben tavaly az átadó, első átadó piacnapunk, de hát hosszú hónapok munkája előzte meg. Gyakorlatilag tavaly év elején, egyezve az én szemléletmódommal és filozófiámmal, és asztrológusként mondhatom azt, hogy a csillagok állása is együtt volt ahhoz, hogy a férjem Esztergomból hazahozott egy információt, és az jókor jó helyen volt, bennem találkozott valamivel, gondolatokkal. Esztergom az a hely, ahol működik most már 7. éve egy kiskosár bevásárló közösség, ahol sok-sok helyi lakos vásárol és igénybe veszi, és többek között a férjem családja is, és innen jött a gondolat. És aztán így elindult valami bennem. Elkezdtem nézelődni, elkezdtem fölvenni a kiskosár közösség elnökével, Horváth Zolival a kapcsolatot, és még több helyi, illetve hát környéki bevásárló közösséggel is, a Vértesi Kamrával, Csákváron, vagy Tatán a Forrással. Illetve meg kell említenem, Nyíregyházán működik még nagyon régóta bevásárló közösség, és gyakorlatilag én az ő honlapjukon nőttem föl, és vettem különböző információkat számba, hogy lehetne itt Székesfehérváron is ezt megvalósítani. Nos, hát ez teli találat, mondom én, hiszen függetlenül attól mondjuk, hogy a pandémia okán azért most nem annyira nyitott a tér, de nyilvánvaló, hogy az ott jelenlévők tanultak már ebből, hiszen nagyon-nagyon sokan voltak. És ez annál is inkább fontos, mert hogy a termelők és a vásárlók közvetlen kapcsolata nagyon sokat ér a 21. században. Tehát amikor tudják a vásárlók, hogy olyan őstermelőkkel találkozhatnak, ami jó a családnak, jó a termelőnek. Tehát ez egy különleges kapocs a vásárló és az eladó között. Igen, igen, abszolút egyetértek, és ez az egyik fő vonal a bevásárló közösségünkben, mint minden bevásárló közösségben. Ugye ez egy különleges bevásárlási forma, rövid ellátású láncnak egy különleges, viszonylag új formája. És ez az egyik legfontosabb talán, hogy amellett, hogy az igenis nagyon tudatos vásárlók egy biztos háttérrel vásárolhatnak helyi környékbeli gazdáktól egészséges kézműves termékeket, de az egy nagyon fontos dolog, amit említett, hogy egy személyes kapocs alakul ki a helyi gazdák és a helyi lakosok között. Tehát ez bizalmi kérdés mindenképpen. Abszolút egy bizalmi kérdés, és ezt a bizalmat mi az egyesület, ugye egy egyesület van a háttérbe szervezőként, tehát tulajdonképpen ugye nincs a helyi termelő és a helyi lakosság között még X lánc, mi szervezők vagyunk csak, és mi adjuk azt a biztonságot, hogy mi ellenőrizzük a közösség tagjába. Termelői oldalról úgy kerülhetnek be a termelők, hogy mi leellenőrizzük, biztosítva ezzel is megelőlegezve, vagy igazából közvetítve a bizalmat a helyi lakosok fele, a közösség vásárlói fele, és utána már ugye a termelőkön múlik, hogy ezt a bizalmat tovább tudják erősíteni. Igen, hát rendkívül szigorú szabályai vannak az őstermelői létnek, azt tudjuk, és azt gondolom, hogy itt legalábbis Székesfehérváron ebben nem is csalódhattunk. Ma már ott tartunk, hogy feliratkozásra működik ez az egész történet. Ez honnét jött?
Igazából, logikus egyébként. Igen, mert van egy heti értesítőnk, amiben hétről hétre fontos információkat osztunk meg, akár hogyha van új termelőnk, vagy hogy az adott új termelőnél mi történt, mik az új termékek, és van egy jelen pillanatban nem webshopunk, hanem egy rendelési táblánk, és ezt is úgy gondoltuk, hogy azoknak a vásárlóknak küldjük ki, és innen jön a feliratkozás, akik adnak tesznek egy első lépést azzal, hogy felénk jelzik, hogy ők úgy gondolják, hogy ők szeretnének ebbe a környezettudatos közösségbe részt venni, és ezzel az első lépéssel azt mondják, hogy igen, engem érdekel ez. És nekik küldjük ki ezeket az információkat minden héten egyszer, a rendelési táblánkkal együtt. A hírlevelek látogatottsága nyilvánvaló, hogy megerősítést jelent. Megerősítést jelent az őstermelőnek, a vásárlóknak, és leginkább, ha úgy tetszik, a közösségnek, tehát az egyesületnek. Igen, igen, ez így van. Most pénteken kiküldött hírlevet, közel 700 hírlevelet küldünk ki. Nyilván a nagyszámok törvénye alapján kevesebb a vásárlónk, de nagyon sokan szimpatizálnak. Tehát látszik mind az oldalunkon, mind a feliratkozók számában, hogy nagyon sokan szimpatizálnak ezzel a fajta szemlélettel és ezzel a közösségi működéssel, így, mint bevásárlás, vagy mint a gazdaság erősítése. Ez egy nagyon komoly 21. századi minta, mondom én, mert bármennyire is egyszerűnek tűnik, hogy valaki az alapvető élelmiszereket megvásárolja, ha tudatosan teszi, akkor ez mindenkinek jó. Az eddigi igen. tapasztalatok alapján milyen visszajelzések vannak? Igen, igen, ahogy mondja, mindenkinek jó, mert a vásárlónak leginkább azért jó, mert tudja, hogy mire számíthat. Ugye megkapja a heti értesítőt, ott világosan le van írva minden, hogyha az oldalunkat követik, akkor ugye látja, hogy milyen termékekre, milyen termelőktől, milyen termékekre honnan számíthat. Tudja tervezni, hogy adott nap biztos, hogy megkapja azt az előrendelt áruját. És ugyanakkor, és itt jön be az a mi vásárlóinknak az az ökológiai és környezettudatos szemlélete, hogy ezzel tudja, hogy támogat valami jót. Támogatja azt a helyi közösséget, a helyi termelőket, a környékbeli gazdákat, akikkel így a helyi társadalomnak egy kis részét, ugye a közeli a saját városát, a saját megyéjét is támogathatja. És ebben nyilván szerepet játszik az akció, tehát az is jó, hogy vedd a hazait, védd a hazait például, de számtalan ilyen szlogen van ma már, hogy ez azt mondjuk, hogy igen, ez valóságos. Tehát nem összesen csak összességében egy reklám, hangzatos szavak, hanem valóságot tár elénk. Igen, ez itt nekünk a mindennapjainkban, hétről hétre a munkánkban és csütörtökönként pedig az átadásokon abszolút egy valós tény, hogy vegyél hazait, vegyél helyit, mert a mi közösségünk tagjai, a vásárlók ezt teszik, és ezzel erősítik ezt a szlogent is, ezt a kampányt is, amit ugye tavaly indult, és most akár, hogyha utalunk a mostani helyzetre, ugye erősítjük a gazdákat. Mert ugye a termelőknek meg, ugye, hogy ne csak a vásárlókról beszéljünk, a termelőknek meg azért jó, mert van egy alapja, kialakul egy biztos piaca, amire tud építeni. Tudja, hogy hétről hétre erre a vásárlói körre számítani tud, vagy hogyha tovább mutatunk, akár majd következő évben tudja, hogy itt felépült valami, akkor következő évben már akár fejlődhet, vagy éppen merre vigye azt a kínálatot, ami rendelkezésére áll, vagy éppen fejleszteni szeretne. Ugye az a szlogent nem feledhetjük, egyébként a Jancsár piac kapuján is kint van, az erdélyi mondás, hogy helyit eszem, helyitől veszem, mert helyén az eszem. Így van. De ez nagyon bejött. Emellett pedig kell, hogy szó essék a környezettudatosságról, hiszen ez legalább olyan fontos adalék, mint az őstermelői piac maga. Igen, igen. A környezettudatosság ugye itt pont ennél a rövid ellátású láncnál megmutatkozik abban, hogy a szállítás lerövidül, a csomagolási költségek kevesebbek lehetnek, és hogyha ügyesen csináljuk, ebbe azért zárójelben mondom, még van mit fejlődnünk a termelői oldalról is,
ugye a csomagolás az abszolút környezetbarát tud lenni, és itt szintén a vásárlók ugye eleve ezzel, hogy nálunk vásárolnak, megmutatják azt, hogy mennyire környezettudatosak, és inspirálják a termelőket arra, hogy ők is akár például a csomagolási eszközök megfelelő használatával fejlődjenek ők is. Egy-két mindennapos tevékenységünk van ezzel kapcsolatban, például visszavárják a termelők a befőttes üvegeket, csomagolási eszközöket, erre meghirdettünk egy akciót minden csütörtökön, ott van egy doboz, és akár termelő, akár a másik vásárló a behozott üvegekből, csomagolási eszközökből akár el is vihet. Én az elmúlt héten arra figyeltem fel, hogy ott voltak már becsomagolva az áruk. Aki igen. Ezt igényli. Így ez van. Egy előrelépés? Ez egy előrelépés, és szintén a többi bevásárlóközösség, főleg ezt a tatai forrás bevásárlóközösségtől vettük mintának és ötletnek, és egy kicsikét a járványhelyzet is kikényszerítette, hogy előbb lépjük meg ezt, mint lehet, hogy a fejlődésünk indokolta volna, de össze bevezettük azt, hogy aki igényli, és még gyorsabban és kvázi érintésmentesen szeretne a termékekhez jutni, és akár nem minden alkalommal, nem a termelőktől veszi át a termékeit, hanem mi összekészítjük egy kis szatyorba, és tőlünk szervezőktől egy összegben fizetve veszi át. Több okból is minden elismerésem az önöké. Egyik oldalról, tehát ez a tudatos, ahogy bevezették ezt a vásárlási formát, a másik pedig, ugye arra figyeltem fel, hogy környezettudatos abban az értelemben is itt a vásárlás, hogy olyan eszközöket használnak, tehát a műanyagot, ha úgy tetszik, kitiltották a Jancsár piacról, és hát nyilván ezt nem lehet megtenni, de azért szorgalmazzák, hogy mindenki vászon, szatyorba, kosárba vigye a termékeket. Igyekszünk, erre mondtam, hogy nagyon igyekszünk, és propagáljuk ezt oldalunkon cikkekkel is, illetve ismeretterjesztő anyagokkal, illetve volt olyan átadási napunk, amikor a Kitimit, Kecskés Timit és Lippai Kittit is elhívtuk, hogy segítsenek a vásárlóinknak ilyen csomagoló eszközöket bemutatni, illetve van olyan termelőnk, mézes termelőnk, ahol például lehet méviaszkendőt kapni, de nagyon környezettudatosak a vásárlóink, mert a bevásárlók kosár, az mindenkinél ott van. Tehát a szemléletformálás elindult ilyen értelemben. Igen. Is. Beszéljünk a generációkról. Figyelnek-e arra, hogy olyan vonzó legyen ez a kínálat? Ugye az őstermelő ezt megteheti, hogy a fiatalabbak is vállalják annak az ódiumát, hogy piacra kell járni, mert piacra előbb-utóbb mindenki oda téved, ha úgy tetszik. Ezt köszönöm szépen ezt a kérdést, mert azt vettük észre, és nyilván a háttérben mi mindenféle statisztikákat is vezetünk magunknak, hogy nagyon sok a fiatal vásárlónk, fiatal párok, kisgyermekes párok, hozva a kicsiket. Azt láttuk, hogy aki nem feltétlenül, ahogy Lajos mondja, nem feltétlenül szereti a piacozást, ez a bevásárló közösség, mint bevásárlási forma, szimpatikus neki. Pont azért, mert pikpak megrendeli, oda jön, pikpak át tudja venni az árut, és ugye a fiataloknak ez fontos időben is, nem biztos, hogy annyit szeret tömegben sétálgatni, úgyhogy igen, azt kell mondjam, hogy a fiatal párok a fiatalok körébe inkább vonzó ez a bevásárlási hogy forma. Hogy most az árérték arány? Hiszen azért tudjuk, hogy a termelői piacon mások az árak, de más a minőség is. Igen, én leginkább ezt hangsúlyoznám, hogy mások az árak, és itt jön be az, hogy tényleg azok a vásárlóink, akik tudatosak, akik egészséges élelmiszerhez szeretnének hozzájutni, mert az árérték arány, a minőségi élelmiszer ára, és a minőségi élelmiszernek az értéke az abszolút, mint ahogy azért remélhetőleg, és én azt látom, hogy Magyarországon minden helyi termelői piacon így van, így nálunk is a mi termelőink körében is. Ma már mindenképpen vásárlói igény a minőség, ez természetes, tehát ilyen szempontból, de monitorozzák ezt? Igen, igen. Itt próbáltam utalni arra, hogy mind a bekerülésnél,
az egyesület, elbeszélget, elmegyünk a termelőhöz, megnézzük, hogy hogy termel, milyen körülmények között, miket használ. Ugye igyekszünk kiméletes gazdálkodásból származó termékeket beengedni, és ezt folyamatosan természetesen nézzük a minőséget, és átadjuk azt az információkat, hogyha nem közvetlenül kapná meg a termelő a vásárlótól, hanem mondjuk hozzánk érkezik, és mindig szorgalmazunk is különben a vevőinket, hogy kérjük a tapasztalatokat, osszák meg velünk a tapasztalatokat, és ezt közvetítjük a termelőnek is, hogyha netán valami probléma adódott, akkor azt kérjük, hogy javítsa ki. Igen, hát az ma már természetes a igény egyébként a termelők részéről is, hogy megkapják a visszajelzéseket az áruikról, az elégedettségi mutatók azért nagyon sokat számítanak. Igen, igen. Mennyire szemléletformáló eszköz, mennyire lehet ez 21. századi, tetten érhető ez az akciók sorozatából, ami most már egy program, sokkal több, mint egy akció. Igen, amit megmutatott például a mostani csütörtöki nap is, ilyen szemléletet, amellett, hogy hétről hétre a heti munkába azt gondolom, illetve aki tőlünk rendel, és az oldalunkat követi, akár a cikkeinkkel, vagy az írásainkkal egy folyamatos szemléletformálás van, mivel, amiről itt beszéltünk, azért egy kicsikét ez különleges bevásárlási forma. De ezekkel a különleges napokkal, tematikus átadó napokkal, mint ami volt a most csütörtöki méhek napja, viszont ezt a sort szeretnénk folyamatosan tenni, és még egyéb tematikus napokat is tervezünk, hogy ez a szemléletformálás az benne legyen a programban. Tehát a környezetvédelem, a csomagolásmentesség, a környezettudatos vásárlás, ez mind beletartozzon. Álszent a kérdés, vagy legalábbis úgy tűnik, de mennyire nehezítette meg a dolgokat a koronavírus járvány? Hiszen nyilván ez teljesen új helyzeteket hozott létre. Igen, azt hittük, és én még egyszer ősszel erre a kérdésre azt válaszoltam egy kérdező riporternek, hogy nem érintett minket különösképpen. De most visszanézve, illetve az elmúlt pár hónapot, azt gondolom, hogy de. Azt látjuk, hogy egyrészt szeretik, és mióta van ez az összekészítéses formánk a bevásárlásnak, szinte 90-95%-ban a vásárlóink ezt igénybe veszik, de akár a telefonos visszakereséseknél viszont többen még mindig félnek, tartanak attól, akármilyen vásárlási formától, így lehet, hogy a miénktől is, illetve az a sok-sok program, amit beterveztünk még az indulásnál, az még várat magára, akár termelői látogatások, hogy a szemléletformálásra is visszatérjünk, vagy a környezettudatosságra. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy picikét érintett minket, nehezítette a propagálást, ugye az indulásunk után szeretnénk közösségekbe elmenni és propagálni ezt a bevásárlási formát. Úgyhogy reméljük, hogy ezt a közeljövőben majd meg tudjuk tenni. Történjék így, én azt gondolom, hogy jó úton járnak mindenképpen, és köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk az Agrárinfot, hol másutt, mint a méhek napján jártunk a Jancsár piacon. Ebből készült egy bejátszás, nézzük meg együtt. Méhes átadónapot szervezett a méhek napja alkalmából a Fehérvár Éléstár bevásárló közösség. A látogatók a Jancsár kertben a legjobb, legnemesebb méhészeti termékekkel találkozhattak, és szakmai segítséggel megismerhették a méhészetben használt eszközöket is. Pont most beszélgettünk a mézkirálynővel és a mézlovag rendtagjával, hogy ma Magyarországon ez még mindig egy nagyon erős edukáció kell, hogy legyen. És mi is a Fehérvár Éléstár bevásárló közösség kitűzte ezt egy célnak, és egy ilyen nap ez nagyon alkalmas arra, hogy az emberekben a környezettudatosság mellé betegyük ezt is. És a mézekkel, a magyar mézekkel kapcsolatban ez nagyon erős feladat ma Magyarországon, mert kevés a reklám a magyar méz mellett, és azt hiszem, hogy egy ilyen akár gyerekeknek szóló programokkal és a kicsikkel kezdve ezt az ismeretterjesztést mellé tudunk állni a magyar mézek mellé.
Mind a mellett, hogy ez valóban egy remek kezdeményezés, de ugyanakkor mit kell tenni az esztendő másik 364 napján ahhoz, hogy valóban úgy történjék, hogy a természet értékeit megbecsüljék a vásárlók? Ehhez próbálunk hozzájárulni ezzel a bevásárló közösséggel, mert a helyi termelők, akikkel találkoznak a vásárlóink, minden egyes alkalommal, minden egyes csütörtökön beszélgetni tudnak, és hozzájárulnak az ismeret átadáshoz. Tehát nagyon jó beszélgetések szoktak lezajlani, akár egy palántázásról, vagy akár éppen, hogy hogyan készül a magyar méz, hogy viselkednek a méhek a különböző évszakokban, és ez egész évben el tudja kísérni a termelők és a vásárlóknak a kapcsolatát. Mi ezzel próbálunk hozzájárulni ehhez. Szent István mézlovagrend nagymestere számára természetes a méhek jelenléte a mindennapokban, és fontosnak tartja, hogy az európai hírű magyar mézet egy ilyen ünnepen is népszerűsítsék. A mindennapi életünk ugye a méhészkedésről szól, és a másik gondolatunk a méhészet mellett az, hogy minden lehetséges alkalommal népszerűsítsük a mézet. A jó magyar méznek szüksége van erre, azért, hogy megismertessük a fogyasztókkal, illetve az érdeklődőkkel, hogy milyen fontos nyomelemeket, ásványi anyagokat, aminosavakat tartalmaznak ezek a kiváló magyar mézek, és amikor csak lehet, mindenféle rendezvényen, fesztiválon megmutatjuk magunkat, illetve ilyen nevezetes alkalommal is, mint a méhek napja, szeretnénk közelebb kerülni a fogyasztókkal, érdeklődőkkel, hogy megismertessük velük a mézet, illetve az egyéb méhészeti termékeket. Az elkövetkező időszakban pedig májusban lesz a méhek világnapja, akkor ismét megkeressük a fogyasztókat, és ismertetjük velük a jótékony hatásokat. Bízom benne, hogy így lesz, viszont annak tükrében, amit elmondott, az idei változékony időjárás rossz híreket is tartogat. Hogy áll például az akácméz, ami az egyik legfontosabb mézünk Európa szerte? Igen, az akácméz ez egy nagyon kritikus fa, nagyon érzékeny a fagyokra. Az idei évben is lesújtott többször is ez a fagyhullám. Az akác fáknak a többségét, a közel 70%-át elfagyasztotta ugye a hideg idő, többször megfagytak a rügyek. Jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy a tavalyi évnél kevesebb akácméz várható. Biztos, hogy lesz valamennyi, ez az árán is fog majd mutatkozni, valószínű, a minőségét valószínű, hogy ez nem fogja befolyásolni, de jelentősen kevesebb lesz sajnos. A program vendége volt Magyarország mészkirálynője Páprádi Anna Bíborka is, aki méltó módon reprezentálja az egészséges életmód jegyében a hazai méz kiemelt jelentőségét a magyar háztartásokban. Alapgondolatnak a méhek napja adta meg az ihletet. Ugye a méhek napját 1994 óta ünnepeljük Magyarországon. Magyarország volt az első, aki egy külön napot elkülönítette a beporzók védelmének kihangsúlyozására. Így magát a rendezvényt azt ez ihlette, valamint helyi termelőkkel, gazdálkodókkal fogtunk össze mi méhészek, hogy egy közös alkalmat teremtsünk arra, hogy találkozunk a fogyasztókkal, megismertessük velük a méhek szerepét, a beporzás fontosságát, valamint a méhészeti termékeknek a jótékony hatását. Mennyit segít egy ilyen rendezvény abban, hogy ezek a tervek, amelyek ma több, mint álom, mind megvalósulhassanak? Szerintem nagyon-nagyon sokat tud egy ilyen rendezvény segíteni. Már csak azért is, mert készültünk több gyerekprogrammal is, így már a gyerekeknek adunk egy olyan élményt, ami később a fogyasztói magatartásukat is meg tudja majd határozni. Itt tényleg a mészúráson túljutnak az emberek, és megismerik azt, hogy tényleg milyenek a méhek. Van üvegkaptárunk méh barátkozóként, úgyhogy tényleg van egy olyan élményük, ami pozitív, és később vesztedik majd elő, amikor felnőtt fejjel dönteniük kell amellett, hogy mit vesznek le a poltról. Illetve a rendezvénynek egy külön eleme az, hogy gazdák és méhészek dolgoztunk együtt. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor nehézkes ez a kommunikáció a gazdák és a méhészek között, így ez a rendezvény ilyen szempontból is egyedülálló, itt egy közösen dolgoztunk a méhek fontosságának kihangsúlyozásáért, és ilyen szempontból is egy nagyon pozitív élményt tud adni. Arról nem is beszélve, hogy tényleg az emberek idejövve megismerhetik a helyi termelőket, termékeket, és tényleg megismerhetik, hogy mi az a magyar íz. Úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon pozitív hatásokkal bíró rendezvény ez a mai. A találkozó szlogenje egyben fontos felhívás is, ha védjük a méheket, akkor óvjuk a természetet, ha sok mézet fogyasztunk, akkor védjük saját egészségünket is.
És nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban ugyanitt, viszontlátásra!